Megérkeztek az asztélyi meseóvodába a dédai menekült szállóról átköltöztetett belföldi menekültek. Az átcsoportosításnak két oka van. A korábban több mint 500 elszállásolt menekültből jelenleg 102-en maradtak a kistérség területén. Illetve a dédai óvoda, amely a háború első napjaitól kezdve nyújt szállást a harci övezetből áttelepülőknek, június 1-től újra megnyitja kapuit a gyermekek előtt. A március 3-ától jelentek meg az első menekültek, hosszabb, rövidebb távon. Volt olyan, hogy 40 menekültet láttunk vendégül. Jelenleg 2,5 hónapja 27 állandó menekültünk volt, viszont az intézményben összesen közel 100 ember fordult már meg hosszabb, rövidebb távon. Tőlünk voltak hazatérők, de leginkább csak a kijevi térségbe. Főleg az emberek Harkovból, Luhanszból és Odesszából érkeztek, nekik még nem lehetséges, hogy hazatérjenek. Nagyon sok megkeresés érkezett a szülők részéről azzal kapcsolatban, hogy mikor nyílik meg az óvoda. Az asztélyi óvoda március elejétől nyújt szállást a háború elől menekülőknek. Március 3-án ide jöttek első emberek, 23-an voltak legtöbben eddig. Utolsó időben hazamentek, de még maradtak is, meg most költöztek a dédai óvodába, összesen 14-en vagyunk most. Tetyana Kijevből, Galina Odesszából érkezett. Mindketten nagyon hálásak a szívélyes fogadtatásért. Galina már néhány szót is megtanult magyarul. Már egy pár szót megtanultam magyarul, például köszönöm. Ezt biztosan tudom, az alkalmazottak is használták. Eladó is tudom, és azt, hogy a bor eladó. Ezt egy kerítésen láttam kiírva. Meg még pár szót, ezeket Anita segítségével tanultam, ő szokott feltenni számomra érthető kérdéseket. Nagyon jól érzem itt magam, kirándultunk a termálfürdőbe, csodálatos volt. Bízom benne, ha véget ér a háború, akkor majd jövünk vendégségbe, és önök is jöjjenek Odesszába, mert nálunk a legkékebb a Fekete-tenger. Так, прийняли нас тут дуже добре, тепло. Nagyon szívélyesen fogadtak minket, az alkalmazottak nagyon megértők. Nagyon finoman főznek, szinte otthon érezzük magunkat. Megnyugodtunk, az első napokban nagyon meg voltunk ijedve. Mária, az intézmény vezetője, nagyon jó körülményeket biztosított számunkra. Ugyanakkor már nagyon szeretnénk hazamenni, már arra készülünk, hogy visszamegyünk. A menekültek átköltöztetésének egyik oka, hogy júniustól a kistérség két legnagyobb településén, Dédán és Nagybégányban újra megnyílik az óvoda. Próbáljuk a két legnagyobb településen, ugye Déda és Nagybégány a két legnagyobb település, itt próbáljuk először megnyitni. Asztélyban most tőlünk már elutaztak, 10 visszautaztak azok, akik már tudtak Kijevbe, ott szabadult fel egy néhány hely, ezért is gondoltuk, hogy átcsoportosítsuk, így a dédai menekülteknek úgy oldottuk meg, hogy az egyik fele ment Asztélyba és a másik fele Gutra. Az orosz agresszió 3 hónapja alatt a nagybégányi kistérség intézményeiben 534 belföldi menekültnek nyújtottak szállást és ellátást. Étkeztetésüket a testvértelepülések adományai és a Hungary Helps programnak köszönhetően biztosítja a kistérség.